5 diák tudományos pályázatát díjazta a Magyar Tudományos Akadémia, ebből 4-en a Váci Boronkai Középiskola tanulói. A kiemelkedő országos eredményért Hiller István kulturális miniszter dicséretben részesítette az oktatási intézményt. Fábián Gábor igazgató híradónknak elmondta, a legfontosabbnak azt tartja, hogy motiválják a diákokat és segítsenek felfedezni, hogy melyik fiatal miben tehetséges. Tavaly az ifjúsági bolyai pályázaton 4 boronkais diák részesült elismerésben. A versenyre beérkezett pályamunkákat a Magyar Tudományos Akadémia egyik matematikusa bírálta el. Horváth Dávid és Balassi Márton munkája azt a folyamatot járta körbe, hogy a vegyszerek milyen hatással vannak a Föld élővilágára. A témára számítógépes programot írtak. A díjazás után a dolgozatból oktatóprogram készült, sőt már egy számítógépes játékverziója is van. A szintén boronka is Lám István és Laki Balázs pedig a degresszív, azaz csökkenő adózás magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgálták egy olyan matematikai programmal, amelynek futtatásához és kiértékeléséhez 40 nagy teljesítményű számítógépet kötöttek össze. Munkájukat azzal is elismerték, hogy Laki Balást meghívták a 2008-as Nobel-díj átadásra, ahol rövid előadást is tartott a témáról. Amiatt kaptuk meg azt a miniszteri dicséri oklevelet, mert egyedi volt a szituáció, tehát ilyen még nem volt, hogy 5 díjazottból akár 2-nél több egy iskolából legyen, sőt egyáltalán akárhány díjazottból 2-nél több egy iskolából legyen, és mint az 5-ből 4, és ezért a miniszter úr úgy döntött, hogy ez annyira rendkívüli dolog, hogy egy bár nem létező díjról van szó, ő ezt a díjat elküldte az iskolának. Fábián Gábor híradónknak azt is elmondta, az iskola pedagógusai igyekeznek mindenben támogatni a diákokat. Számos szabadidős tevékenység közül választhatnak az iskola falain belül is. Tanulhatnak például filmkészítést, fotózást is. Más generáció, mások a motivációk. Én azt gondolom, hogy mindenki tehetséges valamiben. Még aki akár 3 tárgyból megbukik, az is lehet, hogy tehetséges, sőt biztos, hogy tehetséges valamiben. Na ezt kell megtalálni. Tehát a mai pedagógusoknak én azt gondolom, ez az elsődleges feladata, mert ha a gyerek megtalálja azt, amiben sikerélménye van, hatalmas energiákat képesek megmozgatni. Az igazgató hozzátette, a boronkai célul tűzte ki, hogy diákjainak segít megtalálni a megfelelő utakat, és minden lehetőséget megad a fejlődéshez, aminek eredményeként az elmúlt tanévben is mintegy 300 tanuló került valamilyen országos versenydöntőjébe. Az iskolában nem csak a reáltárgyakat, hanem a nyelveket is emel szinten tanulhatják a diákok. Emellett minden évben jelentős sporteredményekkel is büszkélkedhet a középiskola. Váci Oktatási Intézmény először részesült miniszteri dicséretben.